Dicsőség a Jézus Krisztus! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Áldás békesség! Erős várban, mi Istenünk! Kedves testvérek! Mint a Mindenekre Egyház Kösség világi elnöke, Kalmazsolt Tébános Atya nevében, aki a rendi általános káplánon lesz részt Assisiben, valamint az Egyház Kösség minden tagja nevében, nagy szeretettel köszöntöm a megjelent híveket, testvéreket. Ezen az záró ökumenikus Isten tiszteletben, azt hiszem, ez a csoport az, amit legtovább tartott, tovább dicsőítjük együtt Isten. Az ima négyvezér igénye, mit kíván tőlünk az Úr? Erre a kérdésre adják és adták meg a választ lelki pásztorainak lelkészen, és ezt tudják tenni a mai összeületelen is. Megkülönböztetett szeretném megköszönjük a név szerint. Tarkó Mihály ortodox tanulós, Méres Miklós nyugalmazott görögkatolikus püspöki elnököt, Apa Tamás belvárosi görögkatolikus parókus, Orosz Gábor görögkatolikus diakonus. Köszöntöm Fehér Norbertet, Petembári gyülekezet lelkészét, Csöbér Orsonyát, a belvárosi református gyülekezet lelkészét, Hangó Istvánt, az Avasi református egyházközség lelkészét. Köszöntöm Szolánszki István, Isten lelkész, és ugyanúgy szeretettel köszöntöm Sándor Frigyes, evangélikus esperes és feleségi Bobasenec Gyöngyi lelkész. És köszöntöm, hogy házigazdákat, Huszka György Minorita testvér, és Matthias Tanika Minorita szerzetes papa az Aradi rendházban. Ezen a közös Isten tiszteleten tegyen boldoggá mindjárt, hogy az együtt imádkozás Krisztus követés, és adja meg azt a képességet, hogy felismerjük, hogy mindjárt az Úrhoz tartozunk, amelyről közösen tanulságot tudunk tenni minden napjainkban. És kérem, Huszka György Minorita testvér, ismertesse az Isten tiszteletrendjét. Kedves testvérek, röviden ismertetném a szertartás menetén a katolikus testvérek számára ismerős, akik hozzánk járnak a Zsolozsba. A Zsolozsba keretébe lett ez a mai ökumenikus imádság beágyazva. Szokás szerint kezdünk majd a Zsolozsba bevezető versével, himnuszával, három zsoltár szakasszal. Amit követne majd a Zsolozsba olvasmánya helyett három szentírási szakasz. Az első és második szentírási rész után egy-egy ének az énekkar részéről, és a harmadik szentírási szakasz után következik majd az igehirdetés és egy ének. Az éneket követi majd egy szabadon megfogalmazott imádság, amit követően közösen megvalljuk majd a hitünket az apostoli hitvallással, amit szintén egy ének követ majd. Az apostoli hitvallást követő ének után folytatjuk majd tovább a Zsolozsmát a kiosztott lakókról, a Zsolozsma rövid válaszos énekével, magnifikáltal és az a hozzátartozó antifónájával, valamint a Zsolozsma fohászaival és a mi atyánkat is közösen imádkozzuk a végén. A Zsolozsma záró könyörgése után pedig majd következnek a hirdetések, és a hirdetéseket követően következik majd az egyes felekezetek részéről a befejező áldás,
és kivonulás előtt még a befejezőinket megelőzően elénekelni mindannyian együtt a magyar himnuszt is. Ezzel is kérve a mindenható Isten segítségét nem csak magyar népünk számára, hanem mindannyiunk számára, a különböző keresztény felekezetek számára, az egység útján, az egységre törekvésben még inkább, még jobban előre tudjunk majd haladni. Most pedig megkezdjük a közös imádságunkat. Ha esetleg nem jutott valakinek, mindenkinek külön lap, akkor bár fénymásolunk többet is, de akkor lehet ketten is nézni egy-egy lapot. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek! Mindenkinek kezdetben, most és mindörökké!
gyermekei legyünk. Fennevezett helyről így szól Istennek ígéje.
hívők sokaságának pedig szíve, lelke egy vala. És senki semmi vagyonát nem mond el magáénak, hanem nékik mindenök köz van. És az apostolok nagy erővel tesznek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem vala mindnyájukban. Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki. Mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván elhazák az eladottak árát, és letevék az apostolok lábainál. Aztán elosztatott az egyesek között, amint kinek-kinek szüksége van. József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el, ami megmagyarázva annyi, mint vigasztalás fia, lévita, származása szerint ciprusi. Mivel hogy néki mezeje vala, eladván a pénzt elhozzá, és az apostolok lábainál letevé. Eddig is nem megírt igéje. Hanem Isten előtt egykor majd dicsekedni fog velük.
kéri a testvéreket, hogy álljanak helyt az Úrban. Evódia és Szintiké, ez a két asszony valószínűleg jelen volt akkor, amikor megalakult a gyülekezet Filippiben. És talán pontosan ezért nem közömbös ennek a két asszonynak a rendezetlen viszonya, és ki akarja őket egymással békíteni. Mintha csak rólunk lenne szó, talán különböző felekezetekről. Emlékszem rá, egyszer a kisfiam, a legidősebbik, akkor még csak 3 vagy 4 éves lehetett. Természetesen nem ilyen kérdésekkel kapcsolatosan, de egyszer bejött a szobámba, és nagyon komolyan rám nézett, és azt kérdezte tőlem, hogy te apa, ugye a démon gyermeke az gonosz? Mondom neki, igen. De hát apa, ha gonosz, akkor hogyan kérheti az Istennek a segítségét? Márpedig a békétlenség, a széthúzás, ez a diabolosznak a munkája, a szanaszét dobálónak a munkája, vagyis az ördögé. És Pál ezért nagyon-nagyon fontosnak tartja, hogy a békétlenség helyett legyen béke a közösségben. És nagyon érdekes Pálnak a pasztorációs hozzáállás, hogyha szabad ilyet mondanom. Pál mind a kettőt megérinti. Nem hibáztatja egyiket sem jobban, mint a másikat. Hiszen ha a kettő közül csak az egyik lenne a hibás, még akkor is terheli a hibátlan felelőt is a felelősség, amíg a béke köztük helyre nem áll. Ugye azt írja a másik, hogy a keresztények úgymond vitatkoznak egymással, vitás kérdéseik vannak egymással, akkor azokat nem szabad a világi bíróságra vinni, hanem az egyház előjárói tárgyalják ezt meg. És hozzáteszi Pál, már az is nagyon szomorú, hogy egyáltalán vitás kérdéseitek vannak egymással. Pál figyelmezteti őket, hogy a megbékélést nem emberi erőfeszítéssel lehet elérni, hanem azáltal, hogy akaratokat mindketten alárendelik az Úrnak. Ezen kívül a békéltetés szolgálatába bevonnék Szent Pál apostol egy harmadik szemét is, hiszen az intelem Pál szerint talán nem is elégséges, hanem szükség van egy harmadik személynek a békesség szerző munkájára is. Az eredeti szövegben olvasott szizikus szó értelmezésénél talán akkor járunk el helyesen, ha itt egy valóságos, konkrét, élő személyre gondolunk. Ez a szó pedig nagyon érdekes igatásnak jelent. Tehát a békéltetés szolgálatának igahúzásába a társa. Ebbe vonja bele Kelement a többi munkatársával együtt, akikről azt írja, hogy az ő szolgálatokért fel van írva nem az életnek a könyvében. Pál a gyülekezetet a továbbiakban felhívja arra, hogy mindenkor örüljenek. Hogyan értsük ezt a felhívást? Megelégedhetünk-e azzal az általános magyarázattal, hogy a keresztény ember jellemvonása, élete minden helyzetében az örvendezés kell, hogy legyen? Emlékezzünk az Úr Jézusnak a Gecsemáné kertben vívott küzdelmére. De maga az Úr Jézus mit mond? Azt mondja, hogy most nagyon szomorú az én lelke. Nagyon szomorú az én lelke. Most mit is mondjam? Azt, hogy szabadíts meg ettől az órától. De hát pont ezért az óráért jöttem. Vajon lehetséges-e az, hogy a keresztény ember az mindig örüljön? Azt gondolom, hogy nem adhatunk ennek a versnek egy ilyen általános értelmezést. Hiszen maga Pál apostol is azt írja a második Tezet 22-ben, hogy szomorúság ne jöjjön szomorúságra. Mármint, hogy Pál apostol, szomorúság ne jöjjön szomorúságra.
És ebben szerint Pál apostol bizony az életében sokszor szomorkodott. És pontosan ez a szomorkodó ember hívja fel arra a gyülekezetet, hogy mindenkor örüljön. Tehát valószínűleg ott lehet az igazság, sőt meggyőződésem, hogy ott lehet az igazság, ha mindenkor való örvendezést így értjük, a bánat, a szomorúság az Úrban mindig legyőzhető. Ez az öröm, ez egy paradox öröm. Isten kegyelme által való legyőzése a szomorúság. Ezt jelenti ez az ige a II. Korintusi levélből. Szomorkodó, noha mindig örvendező. Az Úrban való öröm azt is jelenti, hogy az ember a szomorúságot legyőző örömre a maga erejéből, a maga emberi erőfeszítéséből nem képes. Az Úr a forrása ennek az örömnek. A megváltás öröme ez az öröm. A Szentléleknek a gyümölcse ez az öröm, ahogy a Galata levélben olvashatjuk. A következőben pedig ugye leírja az apostol az örömnek a következményeit. Az első gyümölcse az örömnek a mindenki iránt megnyilvánuló szelídség. Ez az indulat független a körülöttünk lévő magatartásától. Egyáltalán nem annak a függvénye, hanem a Krisztus követésében az ő irántunk tanúsított szeretetének a továbbadása. Aki telve van örömmel, vagyis Krisztust hordozza az ő szívében, szívesen okoz másoknak is örömöt. Mindig csak azt tudom adni, ami nekem is van. Más nem tudok adni, csak ami bennem van. Szívesen lemond az ilyen ember az ő igényeiről és a jogairól. Híres egzegéta Bengel mondja ehhez a helyhez, hogy az Úrban való öröm igaz egyenlőséget szül. Tehát az egyetemes kereszténységnek abban is szolgáló közösségnek kell lennie, hogy mindenkire békességet kell árasztania. Minél inkább másoké, annál bővelkedőbben a magáé. Nincs öröm a szűkös önzésben. A szelídség minden keserűségtől és keménységtől szabad, elsősorban megértő jóság. Aztán az öröm másik következménye az, hogy nem aggodalmaskodik. Imádságában az életet, annak minden dolgával együtt rábízza a jóságos Istenre. Amire a gyülekezetnek szüksége van, azt Isten számára gazdagul elkészítette. És az elkészített ajándékot imádságban mindig elkérheti. Nem úgy kell ezekre a dolgokra tekinteni, mint egy esetleg bekövetkezhető valóság, hanem úgy, mint egy mindig jelenlévő valóság, amelyet kérek, és akkor megkapok. És amikor ezt tesszük, akkor mindig hálával gondoljuk azokra az ajándékokra, amelyeket Isten számára már megadott. Valamelyik vasárnap olvastuk ugye a 10 leprásnak a történetét. Annyira jellemző egyébként az emberre ez a történet. Ismeritek biztosan. 10 leprás elmegy az Úr Jézushoz, hogy gyógyítsa meg őket. Jézus meggyógyítja őket, és akkor csak egyetlen egy ember megy vissza azt mondani, hogy köszönöm. Mert a jót azt mindig olyan természetesnek fogjuk fel. Hát persze, természetes, mert nekem a jó az jár. Pedig egyáltalán nem természetes a jó. A jó mindig természet fölötti, mert Istentől van. Mert ott háttérbe szól az ember, és jöhet az Isten. Megengedem az Istennek, hogy aggodalmaskodni ezt jelenti. Az embernek önmagával szenvedni, magáról gondoskodni akarni. A pokol valószínűleg ez magány. Az önző ember az mindig magányos. Az sohasem tud kinyitni a másik felé. Az mindig magányos lesz. És ebből a szempontból a pokol már elkezdődik itt a Földön. Ha úgy tekintek a másikra, mint egy legyőzendő dologra, akkor én nagyon el fogok magányosodni. Ugye,
Ismerjük mindannyian Zsámból szállnak, hogy azt a híres mondását az ártárgyalásból, hogy a pokol az a többiek, és benne mi magunk vagyunk egymásnak hóhírai. Az önzés magának. Hálát adni ezt jelent. A dicsőséget mindenben Istennek megadni. Minden gondunkat őre vetni. Az örvendező életnek adja Isten a maga békességét, mely minden értelmet felülhalad, és megőrzi a szíveket és a gondolatokat a Krisztus Jézusban. Isten békessége megőrző hatalom. Azt munkálja, hogy a nyugtalan, ingadozó szívünk, amely könnyen megrémül, Krisztus Jézusban marad az ő világosságában, szeretetében. Isten békessége mindig vigyáz a mi gondolatainkra. A szó itt nem elméleti gondolkozást jelent, hanem sokkal inkább egy kőkemény gyakorlat. Jelenti terveinket, elgondolásainkat. Életünkre nézve milyen fontos, hogy terveink és elgondolásaink, azok mindig megmaradjanak Krisztusban, és benne Istennek a gondolatai szerint irányuljanak. Az ő békessége felülmarad minden értelmet. Az ember az ő életét nagyon sokszor csak azon események által hajlandó irányítani, amelyeket megértett. Pedig Istennek a gondoskodása messze felülmarad azon, amit képesek vagyunk, ami értelmünkkel felfogni. Aztán a 8. és a 9. versekben olyan erényeket sorol fel az apostol, amelyek nem tipikusan egyházi, hanem inkább mondhatjuk úgy is, hogy világi erények. Azt tanítja, hogy a keresztény ember is cselekedje meg ezeket. Neki is respektálnia kell azt, ami ebben a világban igaz és jó. Nagyon érdekes volt, ugye, még Kisbak Kolomba mondta egyszer a lelkiatyám azt a történetet, hogy ugye beszélget egy keresztény ember és egy zsidó rabbi. A keresztény ember mondja, hogy jaj, te rabbi, annyi baj van ebben a világban, annyira szörnyű ez a világ, és nagyon sok negatív dolgot mond. A rabbi csak mosolygott és azt mondta, én nem tudom, hogy ha kinyitom a Teremtésnek a könyvét, Mózes első könyvét, azt láthatom, hogy amikor az Isten megteremti a dolgokat, utána Isten mindegyikre csak annyit mond. És látá Isten, hogy jó. Mert minden jó, amihez nem jövünk hozzá. Minden jó, amit nem mondunk el. Minden jó, amelyet meghagyunk az Isten kezében. A világ többé-kevésbé tudja ezt, hogy mi a jó, és a keresztény embernek ezt szintén tudnia kell, de egy sokkal tökéletesebb formában. A világ az Istennek a népe előtt nem hullik szét profán és szent életkörre, hanem mindabban, ami a világban jó és igaz, Istennek a gyermeke Krisztus ajándékát látja, és a jó cselekedetekben Krisztusnak engedelmeskedik. Testvérén szolgálatához az is hozzátartozik, hogy a keresztény embernek a világban minden jó iránt nyitottnak kell lennie. A békesség Istene nekünk nem tudja békességet, hogy kivesz minket ebből a világból, hogy a Jézus is mondja az ő gyönyörű főpapírájában, nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világban, hanem szabadítsd meg a világnak a gondolkodásmódjától, a világnak a szellemétől, a gonoszságtól. Hanem sokkal inkább úgy, hogy benne minket szolgálni küld. Szolgálni, amely szolgálatról ezt írja nekünk a Zsoltáros. Újongjatok Istennek minden földön. Örvendezve szolgáljatok az Urat, járuljatok elé lelkendezve. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott, és mi az övéi vagyunk, az ő népe és az ő legelőjének nyája. Lépjetek be kapuiba hálaadással, udvaraiba magasztalással, áldjátok őt, és dicsérjétek mindig az ő nevét. Mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre megmarad az ő hűsége. Amen. Thank you.
Munkálni akarod ezt a békességet a mi közösségeidben. Hisszük és valljuk az apostollal együtt, hogy te örömmel is eltöltöd a mi szívünket, egy olyan világban, mely világ szűkölködik az örömökben. A mi örömünk pedig az a Jézus Krisztus, aki értünk halt meg a Golgotai kereszten, és értünk támad fel dicsőségesen a harmadik napon. Köszönjük neked, Atyánk, ezt a hatalmas isteni kegyelmet és isteni szeretetet. S könyörgünk hozzád a te szent lelked által, légy közel hozzád. A te szent lelked által növeld a mi reménységünket, a mi örömünket, hogy mint keresztény emberek ezt a krisztusi örömhírt tudjuk vinni minél többek örömére és minél többek reménységére. Könyörgünk hozzád, Atyánk, azokért a testvéreinkért is, akik testi vagy lelki értelemben terheket hordoznak. Legyen szó betegségről, egyedüllétről, gyászról, vagy bármilyen testi lelki ínségekről. Kérünk, hallgass meg a mi alázatos imádságunkat, a te szeretett szent fiadért, Krisztus Jézusért, ki veled Atyád s a Szentlélekkel él és uralkodik, most és örökkön örökké. Amen. Most pedig álljon már, kedves testvérek, és az apostolikus vallás imádkozásával valljuk meg közösen a mi hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a napunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriából, szenvedett Pontius Pilátus, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe,
Gyógyíts meg engem, mert hittest el velem. Gyógyíts meg engem, mert hittest el velem. Így szóltam, Uram, könyörülj rajtam, mert hittest el. Minden elhagyatott mellé, hogy érezzék közelségedet,
és még jobban ragaszkodjanak hozzá. Elmúlt testvéreinket fogadni jóságosan égi országodban, ahol Atyáddal és a Szentlélekkel minden vagy mindenben. Most pedig imádkozzunk közösen, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi Atyád, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és nem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a támogatására szánt.
az ortodox hívek nevében is Isten fizesse meg a támogatást, amit a templom kiabítására, tanulítására a kedves testvérek rászánnak. És most megkérném a felekezetek lelki pásztorait, akikkel meg van beszélve, akik fogják adni az áldást, hirdetném a sorrendet. Első áldás lesz a református részről, utána következik a metodista testvérek lelki pásztora, majd evangélikus részről, az evangélikus lelki pásztor áldása után következik majd a görögkatolikus hívek egyik lelki pásztora, majd pedig az ortodox parókus áldása következik, majd pedig a végső utolsó áldás pedig római katolikus részről fog majd történni. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő hozzá menekül. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Csőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, adj áldást, Uram! Az Úr áldása lejátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Isten, aki a mi egyetlen örömünk és békességünk, áldjon meg és őrizzen meg benneteket, mint Atya és Fiú és Szentlélek. Amen. Az Úr legyen veletek. Istenem. Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten. Amen. Ragyogtassa rátok arcát és legyen hozzátok kirgalmas. Amen. Fordítsa felétek tekintetét és adja meg nektek békességét. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Amen.
Amen.